Üdvözöllek, Flash! Ezúttal azért gyűltünk össze, mert hogyha minden igaz, akkor hamarosan újra alakul a csapatod, illetve hogy milyen csapat ez, az most elfogod, remélhetőleg el fogod nekünk árulni. Úgyhogy üdvözöllek! Sziasztok! Köszi a meghívást! Na, no, Flash, azért az nem titok, hogy már régóta benne vagy a bizniszben, eléggé agilis is vagy, azért próbálkozol lehető legtöbbet kihozni a csapatból, csapatodból, nemzetközi csapatból, magyar csapatból, de azért azt is valljuk be, hogy Mém szinten is elterjedt már ez a forgatósdi csapatcsere, játékos csere dolog. a erejéig majd erre is térjünk ki, hogy milyen csapatbeli konfliktusok vannak, amik azt eredményezhetik, hogy uh, egy csapat szétmenjen. De előtte inkább áruld el azt, hogy most éppen kikkel tervezel új csapatot alakítani. Az új csapat Alexzott köré épül, Alexzott irányítására épül, aki aki sokaknak ismerős lehet a Volgáros, illetve a Fruitsos időszakból. Volt velünk az Azusz Rogon Helsinkibe 2015-ben, illetve 2016-ban nyertünk vele egy ICL-t a nyáron az Exotus ellen, a Fruits csapata színeiben. És nekem személy szerint ő volt a kedvenc csapattársam mindig is. Egy nagyon jó irányítóról van szó, és egy nagyon jó emberről. Én nagyon jó barátságban is vagyok vele már évek óta, már talán az egyhatos idők óta, még az egyhatos időkben is játszottunk együtt. És ő iskola miatt sajnos abba a játékot két éve, és nem nagyon volt ideje visszatérni. Viszont most május elején megkeresett, és beszélgettünk erről a, a, visszatéréséről, de nagyon távolinak tűnt, és nem gondoltam volna, hogy megvalósul, mert ez már az évek során csomószor szóba jött, és én úgy, úgy jött le nekem, hogy ő nem szeretne, illetve nem is tud, meg idő hiány miatt Nincs is rá lehetősége, de aztán most így május közepe vége fele úgy tűnt, hogy ő tényleg vissza fog jönni, és vissza akar jönni. Igazából a GA-ból való kiválás után nekem ez nem volt kérdés, hogy én szeretnék játszani. A fontos része a dolognak, hogy ki lesz a maradék három. Na most a maradék háromra úgy esett a választás, hogy nagyon sok dolgot mérlegeltünk Alexal és az lett a vége, hogy Bodító, Vizer és Kemper, ugye Bodítót nem kell bemutatni, egy nagyon jó freger, akinek régen voltak problémái az ilyen decision making el az ilyen döntéshozatallal a játékon belül, viszont ahogy észrevettem az utóbbi hónapokban, ez nagyon megváltozott, és, és nagyon feljavult a játéka. Ő egyértelmű döntés volt, én nagyon örülök, hogy a csapatba tudhatom őt, mert, mert tényleg egy nagyon jó, jó csapattárs. Nem már emiatt még tovább mennénk a maradék két játékosra. Térjünk, vagy hagyj kérdezzek az irányítóról, illetve bodító szeméről szóval, hogy azt tudjuk, hiszen általában amikor arról volt szó, hogy lehetett akkor Alex Radda játszottál, hogy preferálod az ő játékát, illetve irányítását. Ugyanakkor az nyilvánvalóan egy hátráltató tényező, hogy finoman szólva kijöhetett a Pixisből, hiszen ahogy te is említetted, két éve nem aktív. Te viszont folyamatosan játékba vagy, Tényleg rövidebb kihagyásokkal, de azt lehet mondani, hogy követed a metát, csinálod, amit kell. Egy olyan mentalitású játékosnak, aki mint te, aki szeretne, azért valószínűleg minél többet elérni ebben a játékban, ez nem visszalépés, hogyha egy olyan irányítót, még akkor is, hogyha tudod, hogy amúgy benne van a lehetőség, de azért a két év az mégis két év. Nem visszalépés ez összességében? Szerintem ez egy visszalépés, de én azt mondanám, hogy ez egy visszalépés rövid távon, viszont egy óriási lépés a hosszú távon. Én maximálisan bízok a Lexradba, és úgy gondolom, hogy hiába hagyott ki két éve, vissza fog kerülni a formájához. Alapból neki nem az lesz a szerepe, hogy ő meglője a fregeinket, hanem az, hogy a mellette lévő négy játékost olyan jóvá tegye, amennyire csak tudja, és olyan rendszert hozzon létre, amiben mind a négyen kellemesen érezzük magunkat. és én, én tényleg teljesen biztos vagyok benne, hogy ez az elején, ez nagyon nehéz lesz, és tényleg sok időt igényel majd. Az Elég türelmesek az... lesznek a többiek hozzá? Mit gondolsz? Mert azért nem biztos, hogy mindenki ugyanazt látja benne, mint mondjuk te. Ez szóval már én is gondolkodtam. Bolító és én ugyanazt látjuk benne egyébként, mert Bolító, Alexzád és én már játszottunk egy csapatba hárman viszonylag sokszor és Bolito tudja, hogy mire képes Alex, tehát vele nem lesz gond. Kempernek, meg Vizernek pedig meg csak meg kell látnia, hogy, hogy milyen és mennyire, mennyire eltökélt a de akkor szerintem onnantól kezdve bízni fognak benne ők is, amikor látják, hogy, hogy mire képes így irányítás, illetve csapat felkészítés terén. Na és Bodito, ugye van egy olyan mondás, hogy amikor ellened játszik valaki, akkor sokkal jobbnak tűnik, mint amikor te utána vele játszol, de gyakorlatilag ugyanazt a játékot játsza. Én úgy érzem, hogy Bolító mindig is egy kicsit ilyen volt, hogy ha ellened játszik és meglövi a 30-at, akkor azonnal akrod a csapatodba, aztán amikor vele játszol, akkor már látod a, a gyengeségeit, úgymond, és ö, hát nem egyszer bencselődött ki azért ő is a magyar top csapatokból. Nekem van azért egy ilyen prekoncepcióm, hogy lehet, hogy ez ismét meg fog történni. Uh -huh. Jogos, jogos a felvetés, tényleg sokszor kerül ki csapatokból. Ö, amit előbb mondtam, az a, az a döntéshozatal, ami neki a gyengesége volt, agyban nem volt ott annyira, mint amennyire kellett volna ezelőtt, de erre teljesen volt az utóbbi hónapokban, és nem csak abból ítélem meg, hogy el ne játszottam, hanem amikor vele egy-egy vart, egy-egy kvalifikációt, vagy bármit, nekem teljesen pozitív volt. Nem azt mondom, hogy nincs hová fejlődni, mert természetesen mindenkinek van, de, de rendkívül nagy lépéseket tett a felé, hogy ezt a problémát kiküszöbölje. Tehát én bízom benne, hogyha, hogyha egy év alatt, mert ugye egy éve játszottam vele nagyon, egy, egy, hosszabb csapatban, ugye Sensei-ben legalább fél évig együtt játszottunk, ott 2017 elejétől közepéig, ott ahhoz képest, hogy ami ott volt, rengeteget fejlődött. Tehát tényleg rengeteget, és ha egy év alatt ekkora fejlődést tudott be magának, akkor szerintem mindentől már csak felfelevezett az út, mert szerintem a nehezén túl van. Na jó, akkor beszéljünk a maradék két játékosról, és Vizerről és Kemperről. Hát utóbbi játékosról, a Kemperről azért a V4 kapcsán lehetett elég sok pozitívat is, meg negatívat is hallani. Ugye felmerültek itt korábbi vac problémák, de hogy összességében valóban az egyik leg tehetségesebb, vagy hát a leginkább felivelő pályán lévő játékos, nem hiába eset gondolom rá a választás, de nem érzed ezt a ezt a kettőséget megint csak, hogy itt megint veszélyes lehet, azt nem, hogy belefussatok ti is egy ilyen V4-es incidensbe. Hát egyáltalán nem félek, mert ö, ugye cségóba nincs egyáltalán banya, ugye mivel egy kisgyerek volt, és ö, hát mondjuk ki hülye volt, hogy az vanok egy ez már hál' Istennek elmúlt, és már most lesz egy egy hónap múlva azt hiszem két éve, hogy nem kapott semmilyen vazban, semmilyen játékba, ugye egy cséb alapból nem volt semmilyen banya, és a Face is csak azért volt, mert más játékban, hogyha a vazban a, a, Steam, akkor a Face egy, automatikusan kibannol, vagy valami ilyesmi a szabály, nem vagyok benne biztos, de, de én így tudom. Tehát Cségóba nincsen egyáltalán banya, tud velünk fészten kvalizni, tud akár a minorra is kvalizni, majd a következőre. Semmi hátrány nem származik abból, hogy neki vannak más játékba vazbanyai. Sose csalt Cségóba szerintem, mert akkor nyilván lenne ott is banya, tehát hogy ezzel nincs gond az, hogy miért esett rá választás, VP-s, ugye, és kellett egy AVP-s a csapatba, és nagyon tehetségesnek tartom. Nagyon sokat kell fejlődnie amúgy, már párt játszottam vele, és tudom, hogy nagyon sokat kell fejlődnie, de megvan benne a potenciál, hogy nagyon nagy player legyen. Akkor már csak vizer maradt a sor végén. Na ő például hogy jött? Egy kiegészítő hatásként? Vagy neki is egy nagyon fontos szerepet szántok? Mi lesz az ő dolga? Hát az ő dolga abszolút a fregelés lesz, igazából, de, de ezt már előre megbeszéltük, hogy a rólok ö, úgy lesznek, ugye lesz az irányítónk Alex, ö, lesz a VP-sünk és a maradék három ember mindent kell tudjon csinálni. Tehát úgy kellett playert választani, hogy valaki tudjon entrizni, valaki tudjon supportolni, jól beszéljen, és tudjon lurkerkedni. Tehát, hogy ö, igazából mindent képes legyen megcsinálni, mert ezt, ezt majd a későbbiekben, ez nem az elejére kell, hanem a későbbiekben, amikor már ö, úgymond így kiismertek minket, hogy ki hogy játszik, ki mit játszik, akkor tudjuk ezt cserélni. Tehát, hogy ne legyen az, hogy valaki nem tud mondjuk tegyük fel entrizni, vagy supportolni, és akkor emiatt cserélni kéne a, a, a Tehát most előre úgy válogattuk ki, hogy hogyha, hogyha roll csere van, akkor az alkalmas legyen mindenki a feladatra. Vizer egyébként, hogy esett rá a választás? Ő, én játszottam vele a sensei -be ugyanúgy bodítóval a Copenhagen games ahol amúgy jól teljesített egészen az utcsó meccsig, ahol nagyon elizgulta és nagyon rossz meccset hozott a Pride, azt hiszem Pride-el lejátszottunk a main tornamentbe való bejutásért, és ott én egy kicsit csalódtam menne, de utána a csapatunk kb. egy pár héttel alatt amúgy így is, feloszlott, tehát igazából nem volt sem jelentősége Vizernek, hogy rosszul teljesített az utcsó meccsen. Viszont én egy kicsit itt csalódtam benne, mert nagyon jól játszott előtte, tehát én azt vártam tőle, hogy, hogy ott is nagyon jól teljesítsen. Viszont ugye ez is már több mint egy éve történt, és biztos vagyok benne, hogy, hogy megerősödött fejben, és ahogy, hogyha segítjük mi is, akkor, akkor ezt a problémát, hogyha még esetleg van, akkor ki fogja küszöbölni, és egy nagyon szkilles játékosról beszélünk, akinek a, az infozása is nagyon jó. És az nagyon ritka az ilyen fiatalabb játékosoknál, hogy jól infóznak, és ő az egyik, aki, aki jól infózik. Hogyan kerülhető az el? Van erre valamiféle stratégiátok Alex Raddal, hogy ez a... Ez a Népbetegség, ugye mondja, ez a magyar csapatbetegség, ez a maximum 2-3 hónap után, hogy ne oszoljon fel a ti is. Adott esetben, ugye gondolok itt a korábbi oszlásokra, illetve hát ugye a legfrissebb az nyilván a GA-ból való kiválás, amit olyan nagyon nem részleteztetek, csak annyit mondtál, hogy különböző célokat láttatok magatok előtt, nem egyeztek -e a, a, ezek a célok. Itt úgy érzed, hogy mindenki, akkor most egy irányba van terelve? Hát nagyon remélem egyébként, mert ugye még a felkészülést nem, nem kezdtük el, de, de már nagyon sokat beszélgettünk, úgymond, hogy, hogy ki mit szeretne és hogy mi a terv. É, annyit beszéltünk meg, tehát hogy a bodító, Alex és én ugye, ugye tudjuk, hogy, hogy mi fog következni, nagyon sok prac, illetve nagyon sok gyakorlás. Kempert annyira nem ismerjük. A céljai szerintem ugyanazok, abból ítélve, amit elmondott nekem és, és beszélgettünk. Vizernek is egyébként, de vizel is mostanában kicsit kihagyogatott a játékkal, tehát hogy neki is sok plétámja. ámja. Ő is vissza kell térjen, most fejezi be a sulit, azt hiszem 10-én, ha jól emlékszem, és mi 22-én kezdjük a felkészülést. Biztos, hogy. Hogy, hogy, mi hárman, Bodító, Alex és én ugyanúgy látjuk a dolgokat, és ugyanúgy szeretnénk, ugyanabba az irányba szeretnénk menni. Annyi, hogy, hogy nekünk a maradék két srácot is abba az irányba kell terelnünk. Innentől kezdve már ugyanaz lesz az egész. Mi ez, a, a cél. mi ez a pontos irány? 24 per 7 C, teljesen és, és, kikövezve masszívan rámentek arra, hogy akkor legyen egy adott esetben egy organizáció, erről még nem beszéltünk, de majd erre is kitérhet, hogy tudtatok-e -e, már tárgyalni, vagy mikor lesznek tárgyalások, vannak -e erre kapcsolatok, amiket be tudtok lőni esetleg. Szóval, hogy mi, mi ez a cél? Mert ugye nagyon sok csapat hiába tehetséges, meg hiába vannak jó játékosok, megelégszenek egy így cél top 3 és úgy nagyon nem jutnak tovább, vagy egy pléte, vagy bármi hasonlóval. Nektek azért, főleg neked, sokat látott játékosnak azért már ez nem lehet cél. Nem, nem, nem az így célt, és a magyar versenyeket vesszük célba, viszont ennek van egy folyamata, ugye. Szerintem az első és legfontosabb cél az, hogy fejlődjünk. Ugye nem, nem, most nem fogom azt mondani, hogy most mi lesz, szeretnénk jutni a major mert ugye ez alapvető, hogy minden játékos, aki szeretne jobb szinten játszani, az a major-re szeretne menni, ezt most nem kell elmondani. A, a, a legfontosabb az, hogy fejlődjünk először. Aztán az, az lesz majd a, a szempont, hogy legyünk a legjobb magyar csapat. Aztán az lesz a szempont, hogy jussunk ki egy-két nagyobb külföldi arra. Aztán is szépen, fokozatosan szeretnénk ezt felépíteni. Reméljük, hogy ez minél hamarabb jönni fog, de az is lehet, hogy ez csak egy pár hónap múlva fog kialakulni. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez egyből sikerülni fog minden szépen így, ahogy megtervezzük. De, de örülnék, hogyha ez így lenne. Aztán látjuk, hogy hogy lesz nem tudom még, 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 előre, de, de majd, majd ahogy hozza. Na, akkor beszéljünk arról, hogy ha most már tűnik, hogy az ötös megvan, az előbb felemlegettem az organizációt, vagy egy, egyáltalán az, hogy hogy fogtok, hol fogtok készülni. Van-e valamilyen különleges módszeretek arra, hogy gyorsabban tudjatok fejlődni, hiszen azért egy új csapatnak mindig van valamiféle lemaradása a, a már meglévő képest? Heti öt napot fogunk készülni az öt nap mellé lesz még egy ilyen taktik nap, amit úgy neveztünk, hogy taktik, nap, az annyit jelent, hogy csak taktikolunk egész nap, és hát nem egész nap, de egy pár órát, ilyen két-három órát, az ilyen rövidebb nap lesz, és, és csak különböző execute-okat, gránátokat, setup-okat, és mindent, minden egyéb mást kipróbálunk és üres szeron begyakorlunk. Sok külföldi csapattal beszéltem, és nagyon sokan csinálják ezt az üres gyakorlást. Na most ez sokszor kimarad magyar csapatoknál, és most ezt mi nagyon komolyan fogjuk venni, hogy minden egyes execute sok helyzetbe, sok variációval legyen próbálva, és kész legyünk arra, hogy az ellenfél mit fog reagálni, illetve hogy nekünk arra, hogy kell. Az, hogy honnan mindenki otthonról fog, kivéve Alexet, iskolába járt, ezért úgy, úgy volt vele, hogy nem fog kelni már neki a számítógép, és ezért eladta és sajnos nincs abban a helyzetben, hogy egy újat tudjon vásárolni, ezért segítségre volt szükségünk, hogy honnan játszon és, és hogy csináljuk ezt az egészet. Na most a Vault 51 bár segítségünkre van ezzel kapcsolatban, megengedik, hogy onnan Alexad játszon, amennyit csak kell nekünk, és emiatt teljesen maximálisan tudunk gyakorolni, mert a VAUT-ban nagyon jó számítógépek és nagyon jó monitorok vannak, illetve a kiszolgálás is tökéletes, tehát hogy egy tényleg egy olyan körbe tud majd lenni Alexra, de ahol, ahol totál kényelmesen és maximálisan tud a játékra figyelni és koncentrálni. Valószínűleg adja magát is majd a, a dolog, hogy ha készültek egy-egy offline eseményre, akkor esetleg onnan bootcampeljetek mindannyian. Így van, így van, ez van betervezve, hogy, hogy onnan tudunk majd bootcampelni, mert már a Game agency is egyébként voltunk ott, tehát alapból onnan ismertük a, a helyet. Na és végül, de nem utolsó sorban, milyen organizációt terveztek? Magyar érában akartok maradni, vagy azonnal nemzetközi csapatnak fogtok írni, hogy tessék, itt van egy ígéretes magyar line ezzel és ezzel a múltal eredményekkel? Igazából ezt így nem fogjuk előre eldönteni, hogy magyar vagy külföldi szeretnénk, ez majd, majd látjuk, hogy hogy alakul. Keresni mindenképp fogunk, Valószínűleg az elején már keresni fogunk, de, de nem, nem hiszem, hogy találni fogunk bármit is az első két hónapban. Aztán lehet, hogy nem így lesz, de, de megpróbáljuk majd, hogy, hogy minél legyen egy szervezetünk, természetesen aki támogat, és tudunk versenyekre menni, illetve tudunk full játszani. Szerintem amúgy, hogyha az elején jól rámegyünk a gyakorlásra, akkor egy két hónapon belül fogunk találni valamit, de, de az lehet, hogy nem. Tehát ezt így előre nem tudom megmondani, viszont, viszont nagyon szeretnék egy szervezetet, aki, aki képvisel majd minket mind Magyarországon, mind külföldön. Milyen néven fogtok átmenetileg ugye játszani, amíg nem találjátok meg ezt az organizációt? Az Orgless nevet választottuk, ugye én már játszottam sokszor ugye Orgless néven az ilyen új csapatokkal, illetve a, még, még talán az Escape-nek az elején is Orgless néven kezdtük, ugye a Cségóban előtt. Én ezt a nevet vinném tovább, és ezt fogjuk ezt fogjuk használni, mert ugye magából a, a névből is kiderül, hogy, hogy mi a helyzet, tehát így, így praktikus is. Mit gondolsz, mennyi ideig lesz együtt a csapat? Hát reméljük, hogy sokáig, de sajnos a hírekkel ellentétben ez nem mindig rajtam múlik hiába történik meg ez mondjuk minden, minden magyar csapattal, gyakorlatilag a elmémesült része ennek a forgatósdinak leginkább ugye euh, rólad terjedt el. Mi lehet ennek az oka szerinted? De őszinte, amúgy nem tudom, igazából csak sejtésem van az, hogy amikor még az egész karrierünk elindult, és amikor még ilyen kis játékosokból hirtelen nagyobb játékosok lettünk, így ilyen volgáros időszakban akár, igazából minden cserét a közösségi médián én tettem közzé. És szerintem ezáltal az emberek azt hiszik, vagy azt hitték, hogy én bármilyen döntést egyedül hozok. És ez ugye. Átment ö, többszöri cserék, többszöri kilépés, ide-oda megyünk, mit tudom én. És ugye nyilván nem csak én csináltam ezt, hanem, hanem ö, ugyanúgy ö, más magyar csapatok is, más magyar csapatok is állandó cseréltek, akkor nem voltam ott, ö, tehát, hogy, tehát hogy nem csak velem történt ez meg, de annyira hozzám kötik ezt ö, igazából, nem mondom, hogy teljesen ok nélkül, mert nem teljesen ok nélkül, de, de azért szerintem 10%-ban van úgy. Amit mondanak, nem nem úgy, hogy ők gondolják, hogy ilyen 100-150 százalékba. Tehát hogy, tehát, hogy nem tudom, hogy hogy gondolhatja bárki, hogy egy ötfős csapatba egyedül hoz, hoz valaki döntéseket. Hát, hogy azért vagyunk csapat, mert mindent együtt beszélünk meg, illetve szavazás történik. Én, nem, én tényleg nem tudom felfogni, hogy egy éppősző ember hogy gondolhatja azt, hogy, hogy egy, egyedül valaki felállás változtatás egyedül eszközölt. Vagy nem mindig mondjuk el a az igazi indokot, hogy miért is cserélünk le valakit, mert ugye nem akarjuk rossz helyzetbe hozni, illetve nem akarjuk egymást a publikumnak így teljesen kiadni. Tehát vannak olyan dolgok, amik csapaton belül kell maradjanak, és én nem fogom azért közzéteni azokat a dolgokat, hogy engem ne szidjanak. Tehát, hogy most, hogyha ezért szídnak engem, akkor szidjanak, de de attól, én nem fogom elmondani azokat a, a, a magán dolgokat, ami miatt nekem jobb lehetne, és emiatt nem engem szidnának. De most nekem nem ér annyit az egész. És még a VME váláshoz hozzá tartozik, hogy egyes konkurens oldalak olyan híreket adnak ki, hogy én nem tudom, 20-valány csapatot változtattam az elmúlt, nem tudom hány évben, miközben egyébként, hogy egy kicsit bárki is utána jár, akkor látja, hogy az, az a, a, meg, a, a megnevezett oldal a hírben a csapatváltást, tehát a csapatnévváltást is új csapatnak nézi, tehát új csapatnak kezeli, és hogyha esetleg nem is cserélhetünk tagot, a a bizonyos szervezetváltás vagy névváltás során, akkor ugye azt még, tehát így is, plusz egy csapatnak írták oda az én számlámra, tehát nyilván ez se segíti, de hát ezen sem lepődök meg. És ez is tükrözi a szakmaiságot. Játszottál már nemzetközi csapatban, magyarok legjobbjai között is, sokszor új csapatot csináltál. Nem érzed azt, hogy picit így elfáradt ez a dolog, vagy elfáradtál adott esetben? Tudom, hogy még fiatal vagy, tehát arról nincs szó, hogy ne lenne még benned potenciál, de hogy, hogy elgondolkodtál-e már ténylegesen, nem úgy mindev, nyilván, hogy visszavonulj, hanem úgy rendesen. Eljátszottam már a gondolattal, mert hiába vagyok fiatal, azért ez, azért ez nem azt mondom, hogy fárasztó, de igazából kiégetős, inkább azt a szót használnám. Tehát, hogy Azért nem, tehát hogy akár hiszi, akár nem a, a publikum, tehát hogy nyilván nem az a célom nekem se, hogy egy, heti, egy hétig tartsanak a csapataim, tehát nyilván ez nekem se jó, nekem is elegem van ebből, tehát hogy én is szeretnék egy eredményes csapatot, egy felkészült csapatot, nem az állandó mixelést, illetve a, a, a taktikák nélküli játékot, tehát ha senki nem élvezi az ég égegyet a világon, én is bele tudok fáradni, és ki tudok égni, és volt már hogy ezen gondolkoztam, hogy vagy vagy abba hagyom, vagy elmegyek kócsolni valami jobb külföldi csapathoz, mert amúgy kaptam már egy ajánlatot. De, de én úgy gondolom, hogy ameddig élvezem a játékot, illetve hogy képes vagyok többet elérni, és, és az álmaimat valóra váltani, mint player, addig nem fogok se kócsolni, se visszavonulni. Lehet, hogy szünetet fog tartani, mint legutóbb. Volt egy pár hónapja, amikor kiértem, hogy szünetet tartok. Aztán igazából a szünet az egy hét volt, aztán utána már újra hiányzott a játék, és, 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 és csináltunk is egy csapatot. Tehát, hogy abba hagyni végleg, biztos, hogy nem fogom egy jó darabig. Talán pár év múlva, hogyha még mindig nem változik a dolog, és nem sikerül semmi maradandót alkotni, akkor megfontolom a kócsolást, de abba hagyni valószínűleg nem fogom a, a játékot, tehát vagy kócsként, vagy playerként itt leszek a következő években. Reméljük, hogy playerként is sikerül valamit alkotni. Reméljük mi is, reméljük a legjobbakat. Feleszt hallhattátok, nagyon szépen köszönöm az interjút. Lehet az lehet még az oka, hogy